Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket. Egy nagyon finom székely káposztát fogunk csinálni, és úgy, ahogy én szeretem. Legtöbben tudom, hogy manapság simán lapockából, sertéscomból, például csülökből készítik akár, de ez az étel nem szokott megharagudni azért, hogyha füstölt is van benne, ugyanis régen általában disznóörések idején készítették, akkor friss húsból, aztán utána már nagyon valószínű, hogy inkább csak füstöltből tudták elkészíteni, mert nem volt még fagyasztó. Na én most ezt a kettőt így vegyíteném ízben, és szerintem csapjunk is bele, mert nem egy bonyolult ételes sem, ahhoz képest meg nagyon-nagyon finom lesz. Zsírral fogunk indítani, mindenképpen zsírral, azért nem szalonnával, mert szeretném azt a köztes árnyalatot meghagyni, hogy ne legyen túl füstös ez az étel, de ez a füstölt hús meg fogja nekünk adni, amire szükségünk van, ezért nem szalonnával kezdek. Ha füstölt szalonna zsírotok van, azt is használhatjátok, ha éppen ti nem tesztek bele füstölt húst. Mert igen jót tesz neki, hogyha megérződik rajta valamilyen szinten ez a füstös íz, de én túlzásba nem szeretném vinni. Sőt, mondhatnám azt is, hogyha valakinek nincs otthon sima füstölt hús, akkor húsos szalonna, hogyha van egy kicsit az aljába, a zsírhoz, akkor az is nagyon tökéletes lesz. Kezdünk a hagymával. Nekem ez most egy nagyon nagy fejhagyma volt, de két közepes hagyma megfelel, mert egy kiló káposztával fogok dolgozni. Amikor már jól néz ki a hagymánk, mehet rá a hús is. Mind a kettőt egyszerre teszem, meg fognak főni. A lapockát egy nagyon kicsivel vágtam nagyobbra, mert úgyis összémegy, és akkor lesznek egyformák. Ez most nekem füstölt tarja volt, de lehet füstölt comb is, amit kaptok, vagy amit szerettek. Fele-fele arányba tettem a húsokat, tehát most én az 1 kg káposztához 65 deka húst használok. Ennek a fele füstölt, fele sima lapocka. De a hús arányát a káposztához képest úgy is be lehet állítani, hogy például, hogyha 1 kg káposztával dolgoztok, akkor például fél kiló hús, az az arány is jó. De én nagyon szeretem a húst, azért tettem többet. Mondjuk a lapocka úgyis összémegy. Na, ezek a pörzsanyagok jót tesznek majd neki. Hát tulajdonképpen egy jó pörkölt alap kell, az az alapja. És azért legyen alatta bőven hagyma, azért tettem én is egy óriás méretűt. Amikor szépen ki van fehéredve a húsunk, és ilyen jó pörzsanyagok is megjelentkeztek, akkor 2-3 gerezd fokhagyma mehet bele. Közben a borsból teszek rá egy mokkás kanállal, őrölt köményből ugyanennyit, azt is egy mokkás kanállal, mert nekem a káposzta nem annyira köményes, tehát elbírja. Nekem a káposztában van babérlevél, egy kevés. Én ezt nem szeretném megerősíteni, mert nem ebbe az irányba szeretnék elmenni, elég lesz bele. Tehát én külön amúgy nem használnám hozzá. Nem szokott hiányozni. Lehet beletenni, aki szüleitől úgy tanulta. Mivel ezt az ételt általában télen készítették, nem gondolnám, hogy paradicsom és paprika volt benne, de elképzelhető, mint a jóféle pörköltben, hogy egy kis paprika krém, vagy darált paprika volt benne. Nekem most hál' Istennek mind a kettő van itthon. Van ilyen házi paprika krémem is, csak ezt csípősebből egy nagyon-nagyon picikét teszek, meg sima darált paprikából is tettem, mert ez nem fogja elrontani, mint egy jó pörköltet sem szokott. Ezt nem kötelező beletenni. És akkor ezek után teszek rá egy lapos evőkanál piros paprikát, elkeverem, és rögtön már is itt van a kezembe a víz közben, öntöm is fel kevés vízzel. Még. Sót még nem tettem. A füstölt hús miatt, bár azt áztattam egyébként egy pár óra hosszáig, csak egy teáskanálnyit teszek a sóból. Mert a káposztának is van egyfajta sósága. Ezt most lefedem. Na, nem mértem az időt, de én azt javaslom, ti sem érjétek,
mert mindenkinél más a körülmény, a hőfok, az edény, a méret. Mivel mutassam? Én a kezemmel szoktam megnézni, na mindegy. Megfogtam egy húst, amikor már azt érzem, hogy nem teljesen nyers, hanem már kezd gumis lenni. Hát ez olyan 30 perc biztos volt. Annyira nyugodtan számoljatok, meg nyugodtan öntsétek fel vízzel, mert a káposztának is úgyis kell egy kis lé, hogy legyen alatta. Meg ha kell, pótolgatni kell, hogyha fogy. Rá kell nézni, bele kell kavarni néha. Nincs félig megfőve, de majdnem. Akkor ráteszem a káposztát. Én ezt most nem mostam ki, mert megkóstoltam, és úgy éreztem, hogy nem szükséges. De ha nagyon vad lenne, akkor lehet, hogy a felét egy kicsit át kéne öblögetni egy kis vízzel, és kicsavarva rátenni erre a húsra. Jó. Ha valaki szeretne majorannát is tenni, nyugodtan tegyen. Sőt, van, aki ebbe csombort tesz. Mondtam már nektek, hogy ez a kettő fűszer egy kicsit hajazik egymásra. Egy kicsit. Amúgy, aki csombort keres Magyarországon, olyan néven találja meg, hogy borsik a fű, ha még nem mondtam volna, de szerintem mondtam már. Na mindegy, inkább kétszer, mint egyszer sem. Na és akkor annyi folyadék van rajta, hogy szinte ellepi. Na hát ennek a káposztának legalább 40 percig általában szokott idő kelleni, hogy főjön. Én úgy gondolom, hogy ennyit azért hagyjunk rajta, és akkor, hogyha fő lejjebb, akkor pótolgassuk. Sőt, még öntök is rá, mert 40 perc biztos, hogy szükséges. Az alatt, az idő alatt ezt a folyadékot úgyis elfővi, még az is lehet, hogy pótolni kell. Néha bele kell majd kavarni, figyelni kell, hogy kell-e rá még lé. Jó? Most egyelőre ennyi. Vissza lefedem. Közben pótolgattam a vizet, hogy mindig ellepje az egészet. Megkóstoltam, nekem azóta ebben nem kellett semmi, de azért nektek is meg kell kóstolni, mert nem egyforma sós a káposzta. Ha a füstöltet nem tesztek bele, akkor megint más. Ízlés szerint tegyetek bele mindent. Az a lényeg, hogy egy bő 40 perc telt el, mióta én beletettem a káposztát, és összességében a ráöntött, az akkor ráöntött vízzel együtt felforrt, és azóta egy 40 percet készült, és mindenki legyen szíves, ellenőrizze már le a húst egy nagyobb darabon. Most én is keresek benne egy olyat, amit nagyobbnak találok. Tehát megnézek egy lapockát, látjátok, mikor ilyen kellemesen omlik szét, akkor tökéletes, de megnézek egy nagyobb füstöltet is, keresek benne, most ez a nagyobb, azt tudjátok, kisebbre vágtam, na de az is, amikor ilyen szépen megy, de közben a káposztát is megkóstoltam, azért nem az elején tettem rá a káposztát, mert képes lenne szétfőni. Na, akkor jön az a pillanat, hogy hagytam egy kicsit lejjebb főni a levet, mert én ezt nem bőszavtal készítem. Tehát ez már így majdhogy nem, mondhatnám, hogy szinte a toros káposztához hasonló, aki a tejfölt nem tudja viselni a családba, akkor ilyenkor vegyetek ki neki, mert tökéletesen finom így is, jó? Én ezt mindenképpen össze szoktam főzni a tejföllel, és igen, egy páran át szoktak esni abba az irányba, hogy egy kicsit már a kolozsvári káposztába hajazik a dolog, mert nem sok különbség van a kettő között, mert ilyenkor már egy kicsit, ha bővebb lére hagyjuk, mert a kolozsvárinál azt szoktuk csinálni, akkor egy habarással, vagy habaráson kívül még azzal sűrítünk, vagy azon kívül egy kis rizst teszünk bele, vagy gerslit, van, aki azt úgy ismeri, hogy hántolt árpa, azzal szoktuk szaporítani, tehát az is egy tökéletes dolog, de az már kolozsvári káposzta néven fut az én ismeretemben, majd javítsatok, hogyha másképp tudjátok, és akkor én ilyenkor nem hőkiegyenlítek, hanem meglazítottam ezt a tejfölt, csak úgy magába, víz nélkül, minden nélkül, ezzel a kis sutulómmal, kis habverőmmel, és akkor ezt bele fogom önteni, nyilván bele lötyintem a végét egy kis vízzel. Itt nem lesz kicsapódás, mert itt nincsen annyi lé, hogy lehetőség legyen erre. Ezt összefőzöm, és tulajdonképpen egy utókóstolással a sóságot, a borsosságot, vagy bármilyen fűszert, amit eddig beletettetek, és azt keveslitek, azt akkor pótolni kell, és ennyi. Ha ez összefő nekem, akkor tálalunk. Egy olyan 2,5-3 decinyi tejfölt azért bőven tettem rá, szerintem 3 deci biztosan megvolt. Tálaljunk egy adagot belőle, tehát ez sem lesz száraz, attól függetlenül, hogy én nem hagytam olyan nagy levet, de azért nézzetek bele, azért például van itt, tehát ezt lehet kenyérrel tunkolni. Nagyon finom. Igazából én azért nem szalonnával készítettem,
mert a füstölt hússal szeretek összetalálkozni többek között, meg a másikkal is, de nagyon-nagyon finom így is, úgy is. Majd döntsétek el ti, hogy mivel készítitek el. Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, aki elkészíti. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!